arról szól a sorozat, hogy a gyerekem születése után, aki mondjuk jóval hamarabb jött a vártnál, mi viszonylag sokat voltunk kórházban, 34 napot voltunk a Jánosban, addig, amíg ő gyógyult és mondjuk így hízott, és én pedig ez alatt az idő alatt igazából egyetlen dolgot csinálhattam érte, nevesül azt, hogy fejtem az anyatejet, és ez volt igazából így az egyetlen módszer ahhoz, hogy ezt az anyagyerek szeretetet minél inkább kialakítsuk. Azért lett 204 a sorozatnak a címe, mert hogy ennyiszer fejtem a bent töltött 34 nap alatt. Nem fényképeztem le minden üveget, tehát mondjuk ebből a 204-ből egy ilyen 80-valahány eredeti kép született ott a kórházon belül, és az összes többit azt pedig most már egy ilyen egészséges békeidőben pótoltam a történtek után körülbelül egy évvel. Azokból a képekből indultam, amiket a kórházban készítettem. Ezek között a legtöbb ugye ezeket a teljes üvegeket ábrázoló kép volt, valamint önarcképeket is készítettem bent, meg ugye csináltam a gyerekről is képeket, ahogyan ebben az inkubátorban van éppen, vagy alszik. Csomó ilyen kórházi életkép is készült. Ebből a képanyagból, egy ilyen összekevert képanyagból indultam, amiben voltak a teljes képek, illetve az egyéb kórházban készült fényképek. Ezekből csináltam kisméretű printeket, és akkor ezekkel kezdődött meg ez az új kori munka. Végül születtek kollázsok viszonylag nagy számban. Ezekből az ilyen nagyon merevre szabott kollázsoknak a világából igyekeztem egy kicsit kilépni. Akkor készültek azok a képek, amikben már van kézirajz, festés, különböző egyéb képi elemek. Igazából mind a két időszak, amiben készült ez az anyag, alapvetően gyógyírt jelentett. A kórházban az, hogy én lefényképeztem ezeket a kis üvegeket, ez végül is segített abban, hogy én nem csak egy anya vagyok, nem csak valaki vagyok, aki folyamatosan fej, és hogy a világ az nem csak ez. Szóval, hogy ez ott már egyfajta ilyen gyógyulást jelentett, vagy hát legalábbis segített abban, hogy a másik világba tudjak visszaereszteni csápokat, és aztán tavaly nyáron kezdtem el ezeket az új képeket csinálni. Ez is egy ilyen elképesztő érdekes élmény volt, mert hogy most újra éltem nagyon-nagyon sok mindent, ami ott a kórházban történt, ami nem volt jó érzés, de hogy aztán utána így egy pár nap után, inkább azt mondanám, hogy pár hét után végül is sokkal könnyebb lett tőle. Tehát sokkal könnyebb volt utána például erről az egészről beszélni.